Szurkolástól volt hangos a Faddi sportcsarnok, ugyanis az Életet az éveknek Tolna megyei szövetsége sportnapot szervezett a megye nyugdíjas klubjainak. A program célja az volt, hogy megmozgassák az időseket, hozzásegítsék őket kapcsolatok, barátságok kialakításához, illetve a játékos sorversenynek köszönhetően mosolyra fakasszák őket. A megye számos nyugdíjas klubjából érkeztek résztvevők, hogy egy jókedvű napot töltsenek együtt. Nagyon-nagyon-nagyon jókedvű, még ez nem az első eset, hogy részt veszek egy ilyen nyugdíjas megyei találkozón. Tamásiba voltunk már egy kulturálison, az is csodálatosan szépen sikeredett. Főleg azért, mert Sárközből érkezvén, annak fővárosából Decsről, és csodálatos szép énekeket énekeltek az asszonyaink ott. Most pedig nem szeretnénk nagyon jó sportot csinálni itt a megyei versenyen, és jól érezni magunkat természetesen. Én jó magam is részt veszek róla, 70 pluszosan természetesen. Paksol, a helyi nyugdíjas klubból is érkeztek idősek a rendezvényre. A Paksi Városi Nyugdíjas Klubból jöttünk, 10, és nagyon-nagyon vártuk. Minden évben, hát kivéve amíg oda járvány volt, megtartották valahol. Mi is tartottunk már Pakson, és ott is nagyon jól érezték magukat. Meg kéne nézni a sokszor a fiataloknak, hogy mit tudnak az idősek. A játékos sorversenynek nem volt tétje, inkább csak azt a célt szolgált, hogy az időseket kicsit megmozgassák. Én vagyok a klub a legfiatalabb. Most nem is mondok kort, mert fölösleges. Tehát nálunk azért óvatosan megy ez. A sétál mindenki, nagyon sokat. Tehát ha meglátja, hogy mozognak a fiúk, egyik így húzza a lábát, másik. Tehát azért azt kell mondani, mi nem kis tábor vagyunk, vagy úttörő csoport, hanem mi nyugdíjasok vagyunk, mi így mozgunk, ahogy tudunk. Ilyen öregesen. Bali Ervin Fad alpolgármestere, aki ezen a rendezvényen testnevelő tanári szerepet töltött be, ő állította össze a feladatokat, ügyelve arra, hogy a szépkorak számára viszonylag könnyen kivitelezhető legyen. Feladat gyakorlatokat azok úgy válogattam össze, hogy megpróbáltam, hogy iskolai testnevelő tanár vagyok, és nyilván azt a szintet megpróbáltam egy kicsit átalakítani, amit az ifjú generációval szoktam minden napokban gyakorlatoztatni, hogy egy történetkör építettem az egész mozdulatsort, és igazából egy falusi nyugdíjas napja címet adtam a történetnek, és akkor egy ilyen blogban próbáljuk meg, a feladatokat ültettük be ennek a mese témakör köré, hogy egy kicsit érdekes legyen, kicsit látványos legyen, nevessenek rajta, jól érezzék magukat, és nyilván hát az életkoruknak és a testi adottságoknak megfelelően lehessen ezeket végrehajtani. Be kell tenni a kis labdát a bója alá, tehát egy kicsit ilyen, azt mondom, hogy inkább koordinációs, azt mondanám, hogy képességfejlesztésre szeretnék összpontosítani, akkor a koordinációs képességnek a fejlesztésére tenném ki a hangsúlyt, de hát ez inkább azt mondom, hogy egy ügyesség és semmiképp sem megterhelő feladat. Karikákba áttenni az egyik eszközt, egy bottal összeszedni a tányérbójákat, egy kicsit hemperegni a tatamin, hogy azért az is meglegyen benne. Tehát, hogy maga a feladat típusa alkalmazkodik az életkoruknak megfelelően, és próbálom egy picit, hogy jól érezzék magukat. Végülis ez lenne a mai napnak a lényege. Hát első körben 14 csapatról volt szó, most ugye 13-on egy csapat kiesett, 13 csapatunk van. Mivel az eszközellátottságunk a csarnokban olyan, hogy ennyi pályát egyszerre nem tudunk berendezni, úgyhogy 3 etapban lesz minden feladat végrehajtva, úgyhogy 1-es, 2-es, 3-as csoportra osztom be majd a településeknek a lakóit, és akkor mindegyik csapat elvégzi először az 1-es feladatot, az én sportolóim, akik a Faddi Sport és Karate szakosztályának a versenyzői, őket elhívtam segíteni, ők gyorsan leszedik az állomást, felrakják a következő állomást, már be is gyakorolták a feladatokat, bemutatják nekik, és akkor ilyen forgószínpadszerűen fogjuk váltani egymást, és összesen 5 feladat van. Az Életet az éveknek Tolna megyei szövetségének fő célja, hogy sokszínű, változatos programokat szervezzenek a nyugdíjas korú embereknek, kiragadva őket a mindennapokból, aktívabbá és színesebbé téve az életüket. A sportnap is nagy múltra tekint vissza, és mindig más település szervezi meg. 12 településről 15 nyugdíjas klub jött el, minden klubból 10 fő van, és ugye a helyi nyugdíjasok is, tehát 160-an veszünk részt a mai rendezvényen. A szövetség kulturális programokat is szervez évközben az időseknek. 4 nagy rendezvényünk van a megyében. Volt az idén Bátán a szavaló verseny, ez minden évben van a költészet napja alkalmából. Aztán dalos találkozó volt Tamásiban, ott 230-an voltunk. Bátán 170-en, a bátai regionális volt az idén először, Solna, Tomogy és Baranya megye
szavalói vettek részt, 34 szavaló volt, és akik jó eredményt értek el, Budapestre mehettek a Művészetek Házában egy szavaló versenyre. És ahogy említettem, volt még a nagy rendezvényünk Tamásiba, az is egy nagyon nagy sikerű dalos találkozó volt, ott is 13 kórus vett részt, és akkor most van a sportnap, és ezután pedig Iregszemcsén lesz a kulturális seregszemle szeptember 23-án. És ezek egésznapos rendezvények, úgy egésznaposak, hogy délelőtt 10 órakor kezdődik, lezajlik akár a műsor, akár a sportrendezvény, utána egy jó ebéd jön, és utána zene, tánc, szórakozás. A rendezvény végén minden résztvevő az élményeken túl egy oklevelet, egy szál virágot és egy üvegbort vihetett haza.